A faradi élő Natália a győri Hildben szerzett vízépítő technikusi végzettséget. A középiskola után azonnal talált munkát Csornán. A fiatal lány elégedett munkakörével és már a továbbtanuláson gondolkodik. Hát kezdjük akkor a nyolcadiknál, ugye elvégezted Faradon a 8 általánost. Miért a Hildet választottad? Volt-e valamilyen más iskola is az elképzelések között? Igazából, hogyha a Hildben nem vettek volna fel, akkor kétségbe estem volna, ugyanis ez az iskola volt nekem kívülről, belülről is a legszimpatikusabb. És általános iskolában technika órán a tanárbácsinkkal alaprajzokat is rajzolgattunk gyakran, meg a szabványírást is megtanulhattuk, úgyhogy igazából ez a rész volt, ami engem először ebben megfogott. És néhány szóban a Hildes évekről. Ugye hány évet töltöttél az iskolában pontosan? Ötöt. Tehát 5 évet. Igen, mert amikor én 9. oda kerültem, a felvételi jelentkezési lapon 3 szakma közül lehetett nekünk sorrendet választani. Igaz, hogy nálam a második volt a vízépítő, de így utólag nagyon örülök, hogy engem erre osztottak be. Bennem abszolút pozitív benyomást keltett ez az egész dolog, tehát a 4 év alatt megkaptuk a szakmának az alapjait, én úgy érzem, és érettségi után nálam sem volt kérdéses, hogy maradni fogok technikumon. Igazából közülünk 2 kivételével mind maradtunk a technikus képzésen, mint vízépítők. És mit tanultál, mint vízépítő? Ezt úgy képzeljük el, csak néhány gondolatba leírni, hogy mi az, amit ilyenkor oktatnak ott, mit tanítanak meg, hogyan készítenek fel ott a szakmára, tehát effektíve milyen munkát kell végezned? Mind a gyakorlati és mind az elméleti részeket is megtanultuk. Voltunk kint többször megnézni például a szennyvíztelepet, az ivóvíztisztításról is sok mindent megtanultunk, és ugye árvíz elleni védekezéstől elkezdve a belvíz védekezésen át a halastavak építéséig és fenntartásáig a szakmának igazából minden részét megtanulhattuk. 19 éves voltál, amikor el kellett dönteni, amikor technikusi végzettséget megszerezted, hát hogy hogyan tovább, milyen munkát válasszál. Azt hiszem, ez Magyarországon egy nagyon nagy dilemma a fiatalok között, hogy egyáltalán hol tudjanak elhelyezkedni. Hát számodra így nem volt kérdés. Nem volt kérdés, ugyanis a technikus év megkezdésének az volt a feltétele, hogy 4 hét összefüggő nyári gyakorlaton részt kellett vennünk egy szakmával kapcsolatos cégnél. És ugye én a hansági szakaszmérnökségre jöttem itt Csornán, ami az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak a csornai kirendeltsége lényegében. És a 4 hét alatt én a szakmában olyan dolgokat fedeztem fel, amik még jobban megszerettették velem ezt az egészet, és technikus végzettséggel nekem nem volt kérdés, hogy első körben itt szeretném majd a munkámat elkezdeni. Jövőre, hogyha úgy sikerül, akkor Baján az Eötvös József főiskolán megcsinálnám majd a 4 év alatt ugye az építőmérnöki képzést, de én elsősorban levelezőn szeretném ezt elvégezni, mert így nem jár annyi ingázással az egész, és ha ez esetleg most nem így sikerülne, akkor maradnék még 1 évet a Hild iskolában, mint mélyépítő technikus, és akkor a szakmának még a további alapjait meg tudnám tanulni, és ugye a mélyépítéssel kapcsolatos dolgokban is megtalálhatnám későbbiekben majd a segítséget, ami a főiskolán nagyon hasznos lenne. A munkahelyednek hol van a központja? Itt Csornán. Nagyon jó dolog, hogy ugye Faradon élsz, és igen, onnit hát néhány kilométerre Csornára jársz dolgozni. Elégedett vagy a munkaköröddel? Teljes mértékben a beosztásom területi előadó, ez terepi munkával és irodai munkával is jár. Igazából, hogyha kérdésem van, akkor bárkihez fordulhatok, nagyon szívesen segítenek. Úgyhogy... Tehát összességében érdemes volt 5 évvel ezelőtt ugye a Hildbe elkezdeni a tanulmányokat. Igen. Volt értelme neki? Természetesen. És még egy gondolat, ugye arról beszéltünk, hogy te most jelenleg mivel foglalkozol, illetve hát, hogy sikerült olyan végzettséget szerezni, ami itt helyben Csornán tudott neked munkát adni. Mit tudsz az ismeretségi körödben, az osztálytársokról, ők közül kerültek akár a szakmába, vagy gondolkodnak azon, hogy folytatják a szakmát? Érettségi után egyik osztálytársunk elment a műegyetemre, ő ott tanul tovább, és a mostani technikus osztályomból azt tudom, hogy 2 szeretnének majd geodétaként végezni.
Ugye napi munka azért sok időt elvesz az ember életéből, de gondolom van olyan keftelés, amivel szívesen foglalkozol otthon, mivel kapcsolódsz ki? Olvasni és filmet nézni nagyon szeretek. Illetve azt is tudom, hogy a helyesírással is foglalkoztál a Hildben, több versenyen indultál el. Ez megmaradt, tehát szeretsz írni, vagy helyesen írni, vagy éppen olvasni és úgy írni utána? Hát ez általános iskolában kezdődött el, amikor az általános iskolai magyar tanárom felfedezte bennem, hogy van érzékem a helyesíráshoz, és rendszeresen részt vettem a helyesírás versenyeken, és a lelkemre kötötte, hogy én ezt a középiskolában se hagyjam abba, úgyhogy szóltam az osztályfőnökömnek, aki végül is az iskola vezetőségével elintézte, hogy a iskolai forduló is megrendezésre kerüljön nálunk, és igazából ez a mai napig bennem van, tehát hogyha én hibát látok a szövegben, én akkor azt nem tudom szó nélkül hagyni. Köszönöm. Nincs mit.